Köszöntöm nézőinket, Nagy Ivánon vagyunk, és hamarosan kezdődik egy lakossági fórum. Tóthy Lászlóval beszélgetünk, aki az egyik előadója lesz ennek a mai napnak. A migráció lesz a téma, és az október 2-ai népszavazás. Először beszéljünk a migrációról, hiszen azért nagyon sokan tudják már, hogy milyen veszélyekkel jár ez, de beszéljünk erről egy picit konkrétabban. Hát a történelem során népvándorlás többször előfordult. Ennek a népvándorlásnak tulajdonképpen az a jellegzetessége, hogy valószínűleg egy szervezett népmozgásról van szó, ami mögött természetesen vannak spontán társadalmi, gazdasági, sőt még éghajlati folyamatok is. Afrika egy bizonyos részén nincs víz, nincs élelmiszer, és onnan gyakorlatilag elindultak az emberek. Ugyanakkor az, hogy 2015-ben ilyen nagy számban indultak meg Európa felé, az véleményem szerint egy szervezett akció, aminek a célja Európa instabilitásának az előidézése, ami mögött valószínűleg az húzódik meg, hogy az Egyesült Államoknak érdeke egy bizonytalan Európai Unió, miután készülnek aláírni a szabadkereskedelmi egyezményt, jobb egy gyenge, erőtlen, szétesett partnerrel tárgyalni, mint egy erős, egységes tárgyaló delegációval vitatkozni. Mennyire látja a hazánk veszélyeztetettségét, hiszen a környező országban már láthattunk konfliktusokat, amit a migránsok okoztak? Minden ország veszélybe van, Magyarország is, mert egész egyszerűen a különböző kultúrák, civilizációk együttélése az gyakorlatilag hosszú távon nem megoldható. Egy kisebbséget, egy többségi társadalom akkor képes integrálni, hogyha a kisebbség létszáma rendkívül alacsony. Ha tízezrek, százezrek, milliók jönnek be egy földrészre, teljesen más kulturális közegből, más nyelvi közegből, más vallási háttérből, azok gyakorlatilag integrálhatatlanok. Ezt láthatjuk Nyugat-Európában, kialakultak a no-go zónák, párhuzamos társadalmak jöttek létre, tehát gyakorlatilag ez a multikulturalizmus, ez már régen megbukott, ez nem működik, és amikor a többségi társadalom és a betelepülők között ilyen óriási felfogás van, felfogásbeli különbség van életről, hitről, a világ dolgairól, erkölcsről, hogy más ne mondjak, mondjuk a nők megítéléséről, akkor természetesen megoldhatatlan konfliktusok tömege keletkezik, épp ezért jobb a migránsokat távol tartani. Természetesen egy külön kérdés a menekültek kérdése, akik valóban az életük miatt menekülnek háborús zónából, de meggyőződésem, hogy a 2015 óta beáramló tömegnek a 10-15%-a, ha valódi menekült. A többiek azok, azt kell, hogy mondjam, hogy törvényszegő bevándorlók, akik még csak azt se várták meg, hogy a határon valaki szóljon hozzájuk, sőt, természetesnek tartják, hogy nemzetállamok határain ugyanúgy vonulnak, mint a szarvascsordák, ami hát szintén elfogadhatatlan. Bizonyos liberális nézőpontból ez hozzátartozik az emberi szabadságjogokhoz, de azért szeretnék arra utalni, hogy ez egész egyszerűen hazugság, mert például vannak olyan országok, ahol a határsértés esetén felszólítás nélkül lőnek. Másút súlyos éveket mérnek ki a bíróságok határsértésért, tehát ez megint egy hazugság, hogy a határok légiesítettek,
és a határokon jönni-menni lehet. Igen, az Európai Unió tagjainak, de nem azoknak, akik az Európai Unión kívülről jönnek. Hazánknak nagyon határozott tettei és cselekedetei voltak ebben az elmúlt hónapokban, hogy hogyan védjük meg a határunkat, de október 2-ai népszavazásról is beszéljünk. Miért tartja fontosnak, hogy mindenki elmenjen? Hát itt végül is arról van szó, hogy az ország lakossága kifejezheti azt a véleményét, hogy kíván-e együtt élni muzulmán hitű, kiszámíthatatlan magatartásformákat megvalósító olyan tömeggel, amelyik gyakorlatilag integrálhatatlan. Magyarország esetében egyébként még egy külön probléma is van, a magyar nyelv, amelyikről köztudott, hogy rendkívül nehéz elsajátítani. Na most, ha a Törökországban 20-30 éve élő törökök nem voltak képesek elsajátítani a német nyelvet, akkor miért gondolja bárki, hogy ide Észak-Afrikában vagy Afrika középső részéről betelepülők, azok képesek lennének a magyar nyelv elsajátítására, márpedig enélkül békés egymás mellett élés elképzelhetetlen, hiszen iskolába kell járni, óvodába, bölcsödébe, munkába kell járni, kommunikálni kell. Az alapvető feltételek nincsenek meg, és akkor még a vallási és kulturális kérdésekről ne is beszéljünk, a nők egyenjogúsága, hogy a nők nem tárgyak, akiket meg lehet erőszakolni, aztán el lehet dobni, egy férfinek csak egy felesége lehet, nem lehet három, stb. Tehát, hogy itt teljesen nyilvánvaló, hogy ahhoz, hogy Magyarország és minden európai ország már rájött arra a békésen, nyugodt körülményeket tudjon teremteni a saját lakosságának, amelyik 1000-2000 éve ott lakik, ennek alapvetően az a feltétele, hogy csak egy meghatározott mennyiségű idegen civilizációból és kultúrából érkező embert szabad beengedni, mert ha ezeknek a száma meghaladja ezt a kritikus mennyiséget, akkor gyakorlatilag kialakul a káosz, a nemzetállamok szociális ellátórendszere nem tudja ellátni a menekülteket, meg kell vonni a kedvezményeket a saját állampolgáraitól, akik azt a jólétet előteremtették, és akkor itt mindjárt olyan súlyos konfliktusoknál vagyunk, amire senki nem tud észszerű magyarázatot adni. Tehát ezért fontos akkor október 2-a mindenki számára? Igen, Magyarország a magyaroké. Dr. Fazekas Sándor főnési miniszter úrral beszélgetünk itt Nagy Ivánon arról, hogy miért is fontos október 2-án mindenkinek elmenni szavazni. Hazánk nagyon sok mindent megtett már a határaink megvédéséért. Miért tartja fontosnak a 2-ai szavazása, elmenjen mindenki? Magyarország újra a kereszténység védőbástyája, és nem először kell a történelemben egyértelműen nyilatkoznunk, állásfoglalnunk arról, hogy Magyarországot magyar országnak akarjuk megtartani a jövőben is. Az Európai Unió betelepítése készül, lopakodva egy népességcserét készít elő, hiszen hosszú távú hatásai egy nagyobb tömegű migráns betelepítésnek ezek lennének. Ezzel szemben a magyar embereknek állást kell foglalni, én ezért arra buzdítok mindenkit, hogy vegyen részt a népszavazáson, és szavazzon nemmel a betelepítésre. A kormány tervez-e újabb kerítésépítést? Jelenleg ennek nincs aktualitása, a déli határ védett, bár megerősítés az szerintem is szükséges, de hogyha kell, akkor további védelmi vonalakat kell kiépíteni, hogy ezt a kifejezést használjam. Mennyiben tudják megvédeni azoktól az álláspontoktól az állampolgárokat, amivel befolyásolni akarják most őket különböző ellenzéki pártok, hogy miért nem menjenek el és maradjanak otthon 2-án? Meg kell győzzünk az embereket arról, hogy a népszavazás demokratikus lehetőségével élni az nagyon fontos. Hallassuk a hangunkat, mondjuk el a véleményünket, és szavazzunk egyértelműen, én ezt nagyon fontosnak tartom. Látszik az, hogy átalakulóban van az európai közvélemény, és azért az európai életforma mellett elkötelezett hangok egyre erősebbek. Szerintem Európa keresztény, Magyarország keresztény állam, megvannak a törvényeink és a szokásaink, és ezekhez ragaszkodunk, illetve az életmódhoz, életformához, amelynek a keretei között élünk. Nem szabad ezt megbontani se betelepítésre, se más úton.
Hát az uniós határok védelme érdekében először uniós pénzből a bolgár-török és bolgár-görög határon épült határzárkerítés, és érdekes módon, amikor nálunk kezdtük építeni azért, hogy megvédjük a magyar embereket, akkor sokan kritizáltak bennünket, utána ők is elkezdtek építeni szányos kapukat, most Kalénál kerítés, de skandináv területeken is, jó néhány más területen is zajlik egy ilyen védekezés, aminek az a lényege, hogy egy ország egyrészt meg tudja szabni azt, hogy kilép át a határain, és azt is, hogy hol. Tehát nem Árkon, Bokron keresztül, a zöld határon keresztül, hanem vannak határátkelőhelyek, ahol ez a forgalom, ez ellenőrzött keretek között zajlik. Ez az egyik dolog. A másik az, hogy van egy nemzeti szuverenitás is, aminek a része az, hogy egy országnak a területi integritását meg kell védeni. Mikor lesz eredményes október 2-án a népszavazás? 50% plusz egy szavazat kell ahhoz, hogy eredményes legyen. Én abban bízom, hogy sokan elmennek, akikkel én találkoztam itt az elmúlt hetekben, azoknak a legnagyobb része elmegy szavazni, mert érzi mindenki, hogy ez egy rendkívül húsba vágó kérdés. Egyáltalán nem kell az, hogy Magyarországra több százezer bevándorló telepítsenek, akik utána hozzák majd a rokonaikat, meg a névrokonaikat is, és ellepik az országot, és felborítják azt az életformát, amiben mi élünk. Köszönjük szépen! Köszönöm.